Ajaj! Ügyes voltál! Mert... Ügyi vagy! Mert... Meg a kutya! Meg a kutya! Mit szeretnél mondani? Mondj egy! Nagy Liza! Kis Liza! Na mutasd, hogy úszik a Liza! Mutasd, hogy úszik! Igen? Na úszál! Úszál! Ehhez! Ehhez! Azaz! Arra is mehetsz, oda menj a kamerához! Oda mehet, oda ugorj, oda! Ó-ó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 
Kicsi lába, Lizának a kicsi lába. Na, sziasztok! Egész délelőtt tulajdonképpen kint voltunk a medencében. Az előző felvételek, amin a fiúkat láttatok, azt tegnap este készültek, amikor a Noé hazajött a bölcsiből, és ugye Laci tudott nekünk segíteni. Alexa, jaj, vacog a Liza! Jaj, vacog a Liza! Na, gyere vissza akkor a vízbe! És most, hogy ilyen jó meleg van, most megint kijöttünk Lizával. Tika, peresked! Oké, jó, peresked! Megvan. Mert úszatagos van rajta, csak azt hiszem meg, hogy jól van rajta. De ügyes vagy, és úszogumi nélkül mész. Kérd meg az úszogumidat, jó? És gyerekek, én Alexet még sosem láttam így. Ennyire felhőtlenül, ahogy itt a medencében nevetgélt és élvezte, hogy... De messze? Jaj, op, megvagy. Ja. Szóval élvezte, hogy a víz nyomásával ő nagyon tud sétálgatni, igaz, hogy csak hátrafelé. És azt a boldogságot, hát... Ezt elmondani nem lehet, és egyébként komolyan mondom, hogy nekem is megszűnt így a külvilág, és csak Alexre figyeltem, és megszűnt minden baj, és minden ami vele kapcsolatos és problémás, megszűnt a medencében. Jó, lehetne egy kicsit magasabb a medence, hogy ugye tudjon szépen a hogy Liza van, hogy a feje lenne csak ki benne, és akkor úgy tudna létegetni, ugye, hogy a víz megtartja őt. Megtartó, na, hogy sajnos nem elég mély a medencénk. Na, és Noé, hát Noénak meg az volt a marha nagy mázli, hogy egy körülbelül másfél hete megvettük a Tesco-ban az utolsó ilyen, hát repülő csónakot, valami 1200 forint, vagy valami 1100 forint, valami ilyesmi ára volt, szóval hát annyit nem hagytuk ott, és ugye ők, amíg nem tört el a kezét, addig Magdikával jártak Velencére. És ott meg nem tudták használni, mert túl sekély a víz, ugye, ahol ők voltak, az a baba úsztató lekerített rész, nyilván, hogy ne legyen bugy, és ott meg nem tudták is sajnos használni, úgyhogy ez úgy ott volt, ott lehet a garázsban, de... Ó, Liza, úszógumi nélkül, ott nézitek, milyen bátor a tegnap, még azért nem így jött. Be tudsz mászni? Szerintem nem tudsz, túl magas.
Úgyhogy tök jó, hogy ezt megvettük, és a Noé-nek ugye a gipszet nem érheti sajnos a víz. És ez az utolsó nyár, utolsó 3 hetében, nem mondom, mi lesz szegénykémmel itt a melegben. De ügyes vagy! De ügyes vagy, gyere! Jaj, te ügyi, ez a Liza, gyere, csücsök, ide föl! Úgyhogy... Nem tudom, ez a sors akart, így, hogy milyen legyen az utolsó ilyen kis csónak, és így be tudtam tenni Noé-t, és ő is. Mert tudod, hogy én persze hazajött a bölcsiből, látta, hogy Alex bent van velem a medencében, Liza még akkor aludt fent a Noé szobájába, és... Fejtjük a Liza! Fejtjük a Liza, ha nem baszol, akkor szaladj! És igen, szóval kitaláltuk, hogy hú, hát ez tök jó, hogyha ezt betesszük, de akkor ő be tud ide ülni, és akkor tud egy kicsit evezni, meg labdázni igazából. Sajnos nem jöhet be a medencébe, így ahogy a Liza, mert hogyha a... Na! Túlmerültél? Menjél kell a keresd meg az úszógumit. Ott van. Egyik se sikerült. Ja, igen, szóval... Figyelni kell rájuk, szóval borzasztóan nagy felelősség az, hogy ugye bejövök vele a medencébe, vagy akár Alexnek is volt bugy egyébként. Nagyon-nagyon bátorkodott, és előre bukott az úszógumival, így előre rakta a kezeit, és azért önnek is a feje ugye belemerült, úgyhogy óriási felelősség egyébként mind a hárommal medencében lenni, szóval egyszerűen csak nem is lehet neki bent sajnos. Tehát a nap végén én kidőltem. Tehát borzasztóan figyelni kell minden pillanatokat, mert megcsúszik, vagy ugye most, hogy a Liza csinálja, hogy kibújt az úszógumiból, és bújja bele. És túl mélyre megy a kis térdeivel, most azt csinálja, hogy térden jár, most az a mai újítása. És ugye az előbb is ugye lebukott a víz alá, és megijed. Most egy borzasztó felelősség mind a hárommal itt lenni, és nagyon fárasztó is. De azért az jó, hogy itt a 40 fokba a hideg vízbe kell ülnöm, szóval annyi pozitívum van benne. Kidobtad a kocsát? Na most az lesz a baj, hogy kidobta a kocsát. Én nem dobta ki, megvan. Azt hittem, hogy megint a két labda. Mind a két labda az előbb már kint volt. Ja, szóval igen. Azon gondolkodunk, hogy mit tegyünk ebédre. És még nem jutottunk Duderre, hogy azt a... Mit vettem a... Most párban nekik azt a virslis... Virslis... Rántott virslis kutyát, vagy mi a csoda, az azt csináljam meg nekik, vagy... Fogalmam sincs. De úgy élvezik, de komolyan, szóval én annyira sajnálom, hogy nem állítottuk fel a merencét még úgy júniusban. Hát tettek meg a Rizát, hogy milyen felszabadult, és hát Alex is, meg hát jó, szegény, én úgy sajnálom, biztos, hogy annyira élveztem volna a merencét, de majd akkor jövőre. Azt hiszem, hogy még hétfőig lesz körülbelül ilyen 34 fok, utána még már 26-27, ami már nem merencés idő, úgyhogy hát nem sok napot tudunk, egy olyan 6 napot tudunk akkor még így merencézni. Az a baj szeptemberre meg, mert ugye annyira lehűl éjszaka, ilyen 20 fokokban, hogy ugye hideg már a víz. Most sem annyira forró, olyan 24-25 fokos lehet szerintem. Úgyhogy bent vagyunk egy fél órát, kimegyünk egy 20 percre, bejövünk megint egy fél órát, szóval így váltogatjuk. Na jó, jövünk majd akkor vissza kintről. Tényleg most már fel kell menjünk Liza szobájába rendet rakni. Legalábbis elkezdeni. Most ugye péntek van, úgyhogy jön a hétvége. Vasárnap vagyok a Noé-nek a szülinapját ünnepelni. Vasárnap megyünk el a tortákért is, és vasárnap délután, és akkor viszi hétfőn reggel a bölcsibe magával az egyik tortát. Még nem tudom, mert kap egy tűzoltósat, meg kap egy rendőrautós tortát, úgyhogy még nem tudjuk, hogy melyiket viszi be a bölcsibe. Szerintem amelyik nagyobb, mert van körülbelül 15 gyerek van, hát jó, nyáron nyilván kevesebb. Nyáron olyan 10 gyerek van, akkor a két gondozó.
Mi meg ugye hányan vagyunk rá? 4 felnőtt, meg 3 gyerek. Hát igen, a nagyobbtól tehát kéne bevigye a bölcsibe. Annyira kíváncsi vagyok, hogy mit fog szólni hozzá. Gyere, ide, tett, ide, tett. Úgy. Kökült vagy-e valami, Kiza? Mondd azt, hogy sluszkucs! 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 Ne! Akkor jön az anya cápa és elkap. Elkap. Na jó, jövünk majd vissza. Elharapta az ujjamat! Megint. Liza? Bella. Fogai. Jó. Aha. Hát, ennél egyszerűbb füstöm, hogy nem láttam a földön. Leharapja az ujjadat. Most tudod mit? Anya nyomja meg. Anya, és te nyúj bele. Áú! Nézd ide! Liza jön? Kérlek, közepén rajzol. Megjött egy ilyen nagy fehér. Megjött Masni. Megjött te reggelizni? Megéheztél a nagy vadászatban? Alex még reggelizik. Én mámának a papának adok két. Ja. Papa, még a kékét. Nézem, lejjebb is jó, mert most már átázik a papírunk. Oda. Milyen fogjad, és akkor látod, hogy mit veszesz, jó? Úgyhogy így fog följebb. Ebben tartod, és akkor látod, hogy mit rajzol az. Egy kis csép. Milyen fog? Jépikém! Én tatárbírszeket eszem. Hát rosszul néz ki, de higgyetek el, nagyon finom pirítóssal. Laci most reggel hozta a hentestől. Alex sajtos csigát teszik és pirítóst. Liza pedig, hát látjátok, hogy így szeret rajzolni, hogy gyártázzon a papír, hogy inkább így mancsikolni szeret, mint rajzolni. Most megnézzük, hogy az asztal is olyan lett-e. Oti? Na. Nem. Jó, oké. Lizám, most már jó. Máshol úgy. Máshol jelzoljál így, jó? Uh-huh. Egyél, ügyessél. Szóval, hogy a kicsit pirítós. Jó? Hát igen, ez így nehéz, most a gyerek zárba akadt oda. Mi van? A ki autónak. A te autónak az egyik kereke. Tedd vissza oda, majd apa megcsinálja, megtalálja, hogy melyiké. Ez a... Ez.
Szóljál, figyelj, hogy kész van-e. Kész van? Igen. Nem nyúlhatsz hozzá meleghez. Nem nyúlhatsz hozzá meleghez, igen. Apa hozzá nyúlt, ő adta nekem. Mellett a kezed? Meg az orrod mellett? Anya, keressen neked ceruzát. Veszünk neked ceruzát a boltba, Liza? Menjünk? Igen. Igen, vegyünk ceruzát? Mert ezzel csak így mancsikolsz. A pisztolakkal. Kocsi, kocsi, kocsi. Megkocsázott. Inkább akkor ceruzával megpróbáljuk, jó? Én is olyan legyen tőle. De nem jön. Hova mentek? Doktornénihez. Indultok a doktornénihez? Igen. És kinek kell most menni a doktornénihez? Lizával. A Lizával? És te elkíséred? Te vezetsz? Igen. Jaj, de cukik vagytok! Tütüt! Mentek a doktornénihez? Uton vagytok? Gyerges vagy. Mi, mit csinálsz? Mit csinálsz te? Rossz vagy? Mi. De miért bökött? Mit csinálsz te? Kukacovics. Mikor kiengeded a Didit? Pipike is rajzol? Nem, pészolat nem kapsz. Köszönöm. Didi, menjél ki! Segíts neki kimenni, Zudika, jó? Pincsi? Na, egészségesen. Alex menetel a kis járó gépébe, viszi a papucsomat magával. Lehet, és te mit szeretnél, Noé? Habot, tejhabot. Jó. Négy kockát kérsz? Igen. Eper alakú megfelel? Nem. Várjál, következőt a dobotba, jó? Ja. Mi. Jó, szívószert kérsz hozzá? Igen. Parancsoljon, uram. Fogja meg itt oldalt. Egészségére, uram, a kávéja előállt. Akkor én visszapotolom az enyémet. Minden valahol asztalhoz, jó? Mert ki fog borulni. Pipinek is adsz. Le fog csöppenni? De hári vagy. De kiveszem el a szívószát, és akkor úgy könnyebb lesz. Lizára? Ott áll a Liza?
hogy milyen jó szívű kisfiú vagy. Egy kockát is szeretem. Van benne kocka, igen. Neked is a jeges kávéd van, mint anyának. Csak le ne essen innen. Pipi is szeretne kapni. Én az utcát. Na, ki csináljanak a háztetőt? Én! Meg kell szerelni? Igen. Az az! Jaj, de ügyes! Nagyon ügyes, igen! Hű, de ügyes, hogy megkalapálod! Jaj, de ügyi vagy! És félkézzel dolgozik ez a baba, a tűzoltó baba, ugye? Nagyon ügyes vagy, most már jó lesz szerintem az. Még nincs kész. Még nincs kész, rendben, akkor csinálj meg gyorsan. Jó, most már jó, én láttam, köszönöm. Nagyon ügyes voltál. Nincs kész. Jó, én már láttam, hogy jó. Szerintem tökéletes. Tökéletes. Nem, nincs kész. Jó, akkor csináld meg, hogy kész legyen. Szép legyen, jó? Jó. Na, sziasztok, itt Paprika asszonyság. Tegnap Alizával a medencében kicsikét paprikára sültem, amíg felügyeltem őt. Na, mi most... Úgy döntöttünk, hogy megnézzük a Noé és Elizának a leendő oviában, garázsvásárban, láttam a Facebookon. Aztán a szülők, akik oda járnak a gyerekeik, ők beadtak egy csomó dolgot, hogy az ovinak adomány, és ezeket erősítják most ki. Rengeteg ruha, meg kis motor, meg amit láttam a fotón, az egy ilyen bós játékporcikban, remélem az még most meg lesz, mert azt Noé nektek olyan nem megszerezni. Úgyhogy meglátjuk, hogy találunk-e valami ízkit, nem tudom, mennyire tudunk majd ott kamerázni, megpróbálunk, közben a hátulról jön, ugye a fény a garázsban vagyunk még egyelőre. De megnézzük most, hogy mennyi idő innen tőlünk az ovi. Az is egyébként itt van Érden, úgyhogy annyira nincsen messze, szerencsére. Alci kicseréli a szimpla babakocsit, visszük most nem a duplát, hogy a Noé-nak a keze miatt a duplát vitte. Magdika legutóbb azt tette be az autóba. De most elég lesz szerintünk Alexnek egy szimpla babakocsi. És most már tudják, hogy indulunk is, úgyhogy nem sokára. Induljunk! Alexnek is megvan a kalapja. Napkalapja, igen, az évi kalapnak, mert a sapi ugye az a sima pamut sapi, hogy tudják, miről van szó a gyerekek, és a kalap pedig a napkalap. Ne keverjék össze, hogy miért kell sapkát meg kalapot keresgélniük. Na, indulás! Megyünk? Igen. Megnézzük az ovit? Igen. Veszünk valamit? Igen. Alex már le is vette a sapi, de visszavettem. Veszünk valamit. Veszünk valamit. Noénak lesz most a szüli napja. Neki veszünk valamit. Meglátjuk, hogy valamit találunk-e. 14-re 10, de jó. Poros az autó. Ezt jövő héten le kell. Lehet tisztítani. Nincsen zene? Most nincsen zene, mert most megyünk. 11-re 10-kor indultunk. Meglátjuk, hogy mikor érkezünk. Nem zene. Nincs zene most. Most megyünk. Megyünk a zobiba. Aha. Hát be nem megyünk, csak az udvarra fogunk menni, jó gyerekek? Megnézzük, hogy mi milyen vásár van. Mit tudunk ott nektek esetlegesen valamit venni. Jó, babák! Tudom, hogy itt mindig mi van? Nincsen. Még mindig nincsen zene? Mert akkor a YouTube letiltja a videónkat. Énekeljetek valamit ti! Oké! Okay. Thank you.
ne gyógyítsa meg! Mert huncut, a mókus. Nagyon ügyes voltál! Ügyes vagy! Igen, a Ipa néninek. Iszom a pipi. Mit csinál a pipi? Mindenki a saját ülésében ül, jó? Senki nem piszkálja a másikat, gyerekek. Rendítsek? Rendítsek? Oké. Okay. Világ legrosszabb útját látjátok. Tudom, maga kiveszett annak tök jó, de... Na, aki itt ül mellettet, nézzétek meg ezt az utat, ilyen toldozott, foldozott, ilyen általában az utak. Na, nincs zene. Nincs majd zene, megyünk. Ó, te jó jég. Ez nagyon, nagyon kellemes, ez az út. Ez számomra a legborzasztóbb út. Minden időm. Parázsvásár lesz. 45 fokban, hát csak 35. Jézus Isten, megyünk a medibe. Nem. 15 van, 5 perc jövünk. És mindjárt oda is érünk. Itt szoktunk venni kenyérkét. Kuci, kuci. A gyógyszertárnál lehet megállni. Megjöttünk az obiba! Na, ti már ismeritek? Igen. Oké. Okay. Ide fognak járni a tesóid. Ez neked porszi vagy? Itt van az Obinak a cicája. Mindjárt jön Marika néni, megnézzük, jó? Hogy mit lehet itt is. Járműveket gyertek, babák. Kinek itt mi lehet jó? Az a rózsaszín kis motor. Meg a két csúszda. Én szerintem a motort nézd meg inkább, ezt a kéket. A Liza rózsaszín, nem tudom, hogy az nem-e kicsi neked. Van mindenféle ruha, játék, kis asztal. Lizának ez nagyon cuki, ez a rózsaszín, ezt szerintem megveszik. No, én meg a bébi. Taxidat ilyenünk van, 3 is. Na, srácok! Liza, ez a rózsaszín, ez nagyon szép, ugye? Linda néni otthon van a gyerekekkel, a sajátjaival. Az asztal, ezt nem tudom, hogy ez. Azt hiszem, hogy ez is. Ez is vihető. Na, apát megkérdezzük, mindjárt jövök, jó? Na, csak így gyorsba. Megmutatom, hogy ez itt mind-mind. Cipő. Cipő, ruha. És én ott éppen leghátul a könyveket, itt vannak játékok. Leghátul a könyveket nézegetem át, ezt már visszük. És akkor még onnan kéne azt a kupacot, kupac könyvet kiszedni, ezeket már elnéztem. Itt van minden. Na, itt vagyunk kb. Egy órája.
és még leszünk is. Inkább a Lizát fogjad, nem? Gyere, Lizám, gyere! Gyere, anyával! Anyával megyünk, jó? Na, mi végeztünk. Majd megmutatjuk, hogy miket találtunk. Jó, meg a hajódat, tudom. A békát? Alex kapott egy békát ajándékba. Tessék. Ő a terápiás kutyusa az Ubinak. Igen. Igen, a motor is. Liza még itt válogat. Holnap is jövünk, gyerekek, jó? Még azért itt van mit nézegetni. Igen, megyünk akkor most már, jó, babák? Igen, fölment. Megyünk ki, és bezárja itt a nagy kaput. Jó? Na, menjünk. Anya is jön. Oda, másszál át. Ne nyisd ki, baba, vigyázz! Apa mindjárt kinyitja. Na, pakolunk be. Csomagtartó tele. Ha, lehet, hogy egy plusz egy körünk lesz. Mert itt állunk, addig az árnyékban a patika előtt, amíg fordulnak egyet. Itt is tele vagyunk. Na, ha azt hinnénk, hogy minden atya, akkor még itt is van. Én nem tudom, én hol megyek haza? Mindjárt becsukom, csak még legyen egy kis levegő. Alex, ó, megvan a poharad, Liza! Mikor hoztatta el a poharadat, Lizám? Még kocsit akar a testnél megtaláltuk volna. Becsukjuk. Csak ki ne nyíljanak azok a társasok, ahogy fékezel. Na hát most értünk haza, fél öt. Úgyhogy gyorsan valamit a gyerekeknek, még jó, hogy előtte adtam nekik kekszikét. Össze kell dobjuk nekik ezt a... Itt vettem még a spáros videóban, láthattátok, baromfűvési felhasználásával készült, jó, valami bundás kutát. Úgy voltam, hogy megcsináljuk nekik, serpenyőben, olajsütőben. Ó, 170 fokon, 5-6 perc alatt sütőben, 200 fok. Aha, serpenyőt választjuk. Oké, serpenyőzzünk. Jó, rendben, ez lesz akkor az ebédjük. Ja, mosolygó fejes krumplira gondoltam. Na de, hogy ez mitől? Kutya? Na mindegy, bundás vízli. Na, ő lesz az ebédke a gyerekeknek. Nekünk meg majd sima írsli sajtsikokkal, gyors ebéd. Ugye most nem voltam itthon ebédidőben, úgyhogy gyors ebédünk lesz. Itt van Alex, Liza és Noé. Gyerek krumplik. Na, ezek a krumplik, ha valaki nem látta volna a spáros videót. Gyerek alakú avikó krumplik. Kereken, közben megjött az 1500. feliratkozónk is! Itt a posta! Jön a posta, szerintem van egy még a ládában neked. 1500 feliratkozó, köszönjük! Alexnek megmutattam, hogy milyen az a vírs. Az az övé lesz. Hát ilyen bundában, ami egy pici mini vírslibe van. Pandírozva. Na hát most már elég késő van, úgyhogy ide fel kell menjek. Fel kell ébresszem. Alex, ott. Szia! Peppát néz. A Noé meg apa elmentek az óceánba. Még kell néhány dolog a szülinapra holnap. Az én szüleimnél lesz a szülinapi
buli. Úgyhogy Noé nagyon izgul, hogy megy a mamáikhoz holnap. Miközben felmegyünk a Lizához, és ugye most a Noének a szobájában alszik, és akkor gyorsan megmutatom, mert nem csak úgy mondom, hogy megmutatom a Lizának a szobáját, a raktárszobát, és utána pedig nyargalunk le, és ki kell pakoljam a kocsit. Mert különben a Laci szerintem, nem tudom, velem együtt az összes pakkot kirakja az utcára. Úgyhogy Lizát felébresztjük. Jó reggelt! Szia, tündérlány! Jött szundikáltál? Jó reggelt! Párnát meg izé, lebelezted? Lebelezted? Anya megcsinálja. Jól van, anya megcsinálja. De jössz segíteni kipakolni anyának az autóból. Mert apa kipakol, kilakoltat minket. De nem csináljuk meg. Kinyitom az ablakot, hogy itt jó időd legyen majd. Nagyon meleg van itt fönt. Eden pedig szunyokhála van, úgyhogy sok minden nem látszik. Na, menjünk át a szobádba, Lizám. Ó, fejed puszedli. Igen, itt vannak a fiúknak már az őszi ruhái kikészítve. A tavaszról megmaradt ruhákat át kell majd néznem. Na, menjünk át a szobádba, baba, jó? Felkészültetek rá? Na jó, mutatom. Jánta. Szóval a ruhái, azok itt vannak a tavaszi őszi ruhák neki, szintén kikészítve, nyári ruhái fel vannak lógatva, a kis nyári egyberészes ruhái is ott vannak, meg már a hosszú ujjú tunikák is. Üres dobozok, oda fogom majd a kinet ruháit föltenni, ugye nyilván a nyáriakat most már nem tudjuk eladni. Dobozok. És akkor hát a probléma az leginkább itt ezek a dobozok. Úgyhogy már azért elkezdtem itt pakolászni, na meg igen, hogy ott a dobozok. Jó, raktárszoba, úgy nézzétek, mondtam, hogy megmutatom. Itt lesz az ágyának a helye. És egyelőre itt most a fotóállomásom van. Itt szoktam lefotózni, ugye itt van a kinőtt ruhái. Alul azok a nyári ruhák, hát 86-osak főleg, amiben a Miki vagy mini egérkésben vannak, itt van pedig már az őszi és téli ruhák. Vannak kabátok, amiket kinőtt, ide készítettem. Hát mindenféle hosszú jubádi ilyesmi, ezek már az őszi kinőtt rucik. Kis porszívó. És akkor itt van az én kis fotóállomásom, attól függ, hogy melyik ruha rossz szint azt a fehéren szoktam fotózni. A fehéreket, meg a semleges színűeket, meg a rózsaszínen, szóval hát, így állunk. Én el is megmutatom ebből a szögből. Az a lényeg, hogy ide az ágyat meg tudjuk csinálni, és hát kicsit odébb kell tolni az egész szekrényt. Odébb kell majd, nagyon picik egyébként a szoba. Ezt a szekrényt ki kell fordítsuk, hogy így álljon, ezeket pedig, ezt a kettő nagy pax, ikás pax elemet ki kell toljuk odébb. Ezeket meg itt el kell majd pakoljam. Hát igen, és akkor majd valahogy ide kéne felhoznom a könyveit. Itt már elkezdtem neki gyűjteni könyveket. Mely a kedvencem az a Pippen és Lili. De le kell mennünk, muszáj lemenni az autóba, mert ki fogunk kapni. Úgyhogy, na, megmutattam, így néz ki a szoba jelenleg, úgyhogy van mit csinálni. Jövő héten hétfőtől minden nap egy órát itt leszünk. Úgyhogy most legalábbis én biztos. Max addig, amíg a Liza alszik, addig én jövök. Úgyhogy pápás szoba! Muszáj kinyitnom a garást. Meg hát egyet gérdés kinyitnám, mert nagyon meleg van, de nem nyílik ki a csomagtartó, úgyhogy ha a garázs nem van engedve. Hú! Kicsit már ránk sötétedett. Na gyere, baba! Igen, mert hol? Ott, ahol? Ott, ahol? Tényleg? Ott van a hold. Na jó, akkor mi elkezdünk pakolni.
Nem tudom, hogy hova fogom tenni. Hú, megjöttek a páik! Megjöttek a páik! Lili, mit szólsz? És mi még sehogy nem itt van Masni. Masni! Hurrá, megjöttek! Na. Nyit. És akkor? Pakolunk. Ja, most nem fogom részletezni azt, hogy miket vettünk. Majd szerintem egy külön videóban, talán esetleg majd hétfőn kérdezem. Van, amikor jövő héten lesz, megnézzük, amiért biztos, hogy mentünk, amit megvettem a Marika néninek a Facebook oldalán, amikor kirakta, hogy van ez a lehetőség, hogy garázsvásár van. Itt van a motorod. Megfogod a motorodat? Ez a porszívó. Hú, na, most már nagyon sötét van itt így. Így már nagyon sötét lesz. A porszívó az, amiért tulajdonképpen mentünk. Most ide teszem, megmutatom. Ez a Bosch gyerekporszívó. Hát ez csúcs. Na, többit akkor meg itt kipakolászom. És valahova elteszem. Szia, Dodika! Ez a két doboz. És... Megyünk. Hát, ide tudtam letenni. Egyelőre, majd be kell minden, hogy helyet csinálunk. Ez mind tele van könyvekkel. Ebben van néhány ilyen egyéb dolog, hogy tornazsák, tányérka, el kell mosni persze játékot. Alex kapott ajándékba egy hajót. Alul pedig társas játékok. Nem kell, ez borzasztó nehéz volt, itt van rengeteg könyv. Te most játszol az autóban? Na jó, van akkor. Ide beraktam az asztalt a két székkel, és oda pedig a motor, tehát nem sokat láttok most már sajnos belőle. Úgyhogy ennyi. Ez azt hiszem teljesítve. Ugye, Lili? Ugye, halt? Kész vagyunk. Jóság! Éhesek vagytok? Gyere neki! Adjál neki! Jöhet! Adjál neki! Na jó van, mi kicsekkolunk ebből a videóban, és holnap pedig megyünk ma észvű napot ünnepelni. Úgyhogy meglátjuk, hogy mikor tudok újabb vlogot készíteni. Ó, de jó ég, megjelent csinálni a szelés szedegeted egyesével a macska kaját. Na köszönjél ki, jó? Köszönjél el a vlogból. Sziasztok! Papa! Papa! Istenem! Gyere te Papa. Is! Papa! Sziasztok! Bocsi, bocsol! Ügyes vagy! Hát apa kicséli a zenemet benne, jó? És akkor majd lesz hangja is, papa, jó? Rendben? Ezt szeretem, az a nagy porszívónk. Ez meg a te kicsi porszívód, a játék porszívód. Ez nagy porszívó. Igen, nagy porszívó, a tiéd. Gyöngyök. Mint hogyha azt írtad volna fel, azt fogod majd zörögni neked, ha teszünk bele elemet, jó?